A választás előkészítése, megszervezése és a törvényes lebonyolítás elősegítése, a választási bizottságok munkájának segítése, a választási irodák feladata, kiemelt szerep jut a területi választási irodának, mely ellenőrzi és irányítja a helyi választási irodák tevékenységét, melynek vezetője a megyei jegyző, tagjai a megyei önkormányzati hivatal által kijelölt köztisztviselői és a megyei kormányhivatal kijelölt informatikus kormánytisztviselői. A felkészítő szakmai fórumon a Nemzeti Választási Iroda két vezető munkatársa, dr. Mucsi Tamás főosztályvezető és Péteri Attila elnöki tanácsadó az előkészítési, valamint a választásnapi feladatokról tartottak előadást. A szakmai nap második felében dr. Bátori Gábor rendőr alezredes a választással összefüggő rendőrségi feladatokról, a közrend és a közbiztonság fenntartásáról online formában tájékoztatta a fórum résztvevőit. A TVI vezetője, dr. Bajmóciné dr. Balázs Tímea a választási szervek fő feladatairól, hatásköreiről, végezetül a TVI informatikai felelőse, Tóth Csaba az informatikai és a technikai háttérről adott áttekintést. A szakmai képzés előtt a közelmúltban kinevezett 4 települési jegyzőtet fogadalmat, Harta, Dunatetétlen, Szentkirály, Tiszaú, Tabdik, Kaskantyú és Kumbaja, Tataháza közös önkormányzati hivatalának jegyzői, akik a törvény erejénél fogva egyben a helyi választási irodák vezetői, a felettes választási iroda, azaz területi választási iroda vezetője, dr. Bajmóciné, dr. Balázs Tímea előtt tettek esküt.